Sziasztok! Elég érdekes részhez nekem mindegyik érdekes. Na mindegy, szóval, hogy elég érdekes részhez érkeztünk a lakásprojektben, de valószínűleg mindegyikre ezt fogom mondani, mert minden apró lépésnek úgy örülök, mint majom a farkának. Szóval képzeljétek el, hogy megvannak az első tervek, amiket készhez kaptunk 3D-ben, illetve most már van méretarányos alaprajzunk is, mert hogy eddig még ez sem volt a lakáshoz, úgyhogy most már van hova tervezni tulajdonképpen, és ami azt illeti, az első tervek, amik 3D-ben vannak, azok nagyon-nagyon közel vannak már szerintem a véglegeshez is. Szóval, hát így hirtelen 1-ről 10-re léptünk, ami azt illeti, mert bár a gyakorlati kivitelezés még nem kezdődött el, azért látni azt, hogy a lakás, amiről csak álmodni mertél, az most már így papíron legalább közelít ahhoz, amilyen a valóságban lesz, az nagyon-nagyon durva érzés. És nyilván az első és legfontosabb feladataink között az van, illetve hát a belső építésznek is, de nyilván nekünk is, hogy kiválasszuk, hogy milyen legyen a váza a lakásunknak. Tehát milyenek legyenek a burkolatok és a színek. Leginkább ez a két legfontosabb. Úgyhogy arra gondoltam, hogy körbevezetlek titeket a lakásunknak a moodboardjain tulajdonképpen, mert hogy a belső építész azok alapján rakta össze az első tervet, amit nyilván itt személyesen is átbeszéltünk, de főleg amiket a Pinterestemről tudott lementeni, vagy megnézni, vagy hogy is mondjam, mert hogy tudom, hogy ez nagyon furcsán hangzik, hogy a Pinterestet így ennyire komoly dolgokra használjuk, de nagyon-nagyon-nagyon hasznos dolog, és ezt ebben többen megerősítettek egyébként, szóval amióta elkezdődött ez az erős gondolkodás a lakásvásárláson nálunk, azóta igazából elkezdtem a Pinterest bordjaimat átrendezni, és gyakorlatiasabbá tenni, mert hogy nyilván mindig is volt egy ilyen álomlakás, interiőr, dekoráció bordom, viszont most már úgy néz ki, hogy külön fel van osztva szobákra, és tényleg olyan pinek vannak csak elmentve bennük, amik valóban hasznosak lesznek nekünk, és nem csak ilyen véletlenszerű ötletfoszlányok. Nem is tudom ezt pontosabban megfogalmazni, de inkább úgy mondom, hogy most már nem csak úgy lementek oda valamit, ami hirtelen megtetszik, hanem azokat a dolgokat mentem oda, amiken tényleg van egy olyan részlet, amit megmutatok a belső építésznek, meg Somának, meg én is elgondolkozom rajta, és akkor megnézzük, hogy ez beilleszthető a lakásba. Úgyhogy induljunk el úgy, hogy bemegyünk a bejárati ajtón, és az előszobáról beszélünk először, amihez a bejárati ajtó is hozzátartozik, mert igazából így a körfolyosóra nem nagyon tudunk rakni semmit, csak növényeket, tűzvédelmi szempontból, a belső udvar az meg egy ilyen közös tér, ami valószínűleg szintén fel lesz újítva 1-2 éven belül, legalábbis a legutóbbi lakógyűlésen ezt mondták nekünk, vagy hát erről volt szó. Úgyhogy azt hiszem, hogy az első, ami releváns, az az előszoba lesz. A mai videót egyébként a Polifarbe támogatja, szóval a belső építész és nyilván a szakértők, a festők szavára is nagyon sokat fogunk adni, viszont tőlük is kaptunk nem csak ötleteket, illetve színkártyákat, hanem kifejezett festékeket is. Ugyanis szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy mielőtt lefestesz egy egész szobát, vagy akár egy egész falat valamilyen színnel, azelőtt próbáld ki, hogy milyen az az adott szín különböző fényekben, milyen, hogyha besüt a nap, milyen, hogyha fel van kapcsolva a villany, stb. Úgyhogy mi elmentünk a lakásba a héten, és kikentünk egy csomó mintát, és megnéztük, hogy melyik tetszik nekünk a valóságban, miért képzeltünk el. Az előszobába pedig mindenképpen valamilyen nagyon élénk, lilás, rózsaszínes vonalban gondolkodunk, úgy, hogy a padló egyébként pepita csempe lesz. Szóval ez a pepita csempe igazából régóta a fejemben van, eredetileg nagyon gondolkodtunk fekete-fehér mozaikon is, aztán megtudtuk az árát, és akkor azt mondtuk, hogy köszönjük szépen, erre nem lesz szükségünk. Szóval pepita csempénél maradunk, ami valószínűleg folytatódni fog a fürdőszobában és a WC-ben is. Szóval ehhez a pepitához valami nagyon élénk színt szeretnénk belevinni, hogy tényleg igazából az előszobában szintén nagyon nagyobb elmagasság, mint a lakás minden részén. Viszont, mint kiderült, a bal oldalra, ahogy megérkezünk, nagy beépített szekrényeket fogunk tudni rakni. Azt hittem, hogy ez nem lehetséges, mert túl pici a hely, de lehetséges szerencsére. Ami elég sokat le fog venni a térből, és nem lehet ugye
a szekrényekre képeket rakni, mint ahogy eredetileg terveztem, hogy tele lesz képekkel az előszoba. Ezért én azt találtam ki, hogy ha már lúd legyen kövér, mennyezettől a falakig mindent, ami élénk színre fessünk le, rakjuk tele az egészet képekkel, ahol ugye nem szekrény van, és tényleg a pepita csempével, hogyha valaki megérkezik oda, jójózzon a szeme, legyen rengeteg inger, lássa, hogy ez a helyiség izgalmas, és jó ebbe a lakásba megérkezni. Remélem legalábbis, hogy ilyen érzést fog másokban kelteni. Úgyhogy két árnyalatot próbáltunk ki, az egyik a mesevirág volt, a másik pedig a csillagfürt. A történethez hozzátartozik egyébként, hogy szerintem már meséltem nektek, hogy a Soma és köztem lévő kapcsolat egyik alap ellentéte a lila és zöld szín ellentéte, mert hogy Soma családja Újpest szurkoló, és Somának gyerekkora óta a lila a kedvenc színe, amióta ismerem, rengeteg lilát hord, rengeteg lila tárgya van, náluk lila a karácsonyfa, a konyhai törölközők, a fürdőszoba szőnyegek, szóval, hogy sok a lila. Nekem viszont mindig is a zöld volt a kedvenc színem, ennek egyébként semmi köze a sporthoz, vagy a focihoz, egyszerűen csak nagyon szeretem a zöldet, és mindig úgy képzeltem el, hogy a lakásomban azért tetemes mennyiségű zöld szín lesz, és ami azt illeti, Somának is nagyon tetszett az a terv, amit a nappaliba kitaláltam, ahol sok zöld lesz. Úgyhogy azt kompenzálván, hogy ott mind a ketten megállapodtunk a zöld színben, az előszobában szeretnénk visszahozni a lilát az ő kedvéért. Az egyetlen probléma, hogyha összejön ez az ajtószín, akkor a mesevirág valószínűleg már egy picit túlzás lenne a falakon, úgyhogy ezért gondolkodtam egy fokkal tompább, pasztelebb lilában, vagy akár a lilával harmonizáló, de más színben, úgyhogy ez még egy kicsit képlékeny egyébként. Még vissza fogunk menni a lakásba, megnézni azt a két kikent teszt csíkot, vagy nem is tudom, hogy nevezzem őket, azt a két foltot, hogy különböző fényekben milyen, mert hogy képzeljétek el egyébként, a belső ajtókat meg fogjuk tartani a lakásban, kivéve a hálószoba ajtót, ahova egy kétszárnyú nagypolgári ajtót szeretnénk visszahelyeztetni gyakorlatilag, mert hogy valamikor talán a 70-es években lettek szerintem kicserélve azok az ajtók, amik most vannak, és hát nincsenek annyira jó állapotban, de ami nagyobb probléma velük, hogy nem túl szépek. Viszont ami az előszobát illeti, azzal ki tudunk békülni, majd hogyha úgy adódik, akkor esetleg később lecseréljük őket, most költséghatékonysági szempontból maradnak. A bejárati ajtót viszont kénytelenek vagyunk lecserélni, nem csak szigetelés, de biztonsági szempontból is, hát nem a legjobb ajtó a világon, most mivel tök üres a lakás, ezért teljesen mindegy, de nyilván majd idővel szeretnénk lecserélni, ami óriási költséget jelent, már csak azért is, mert oda valószínűleg egyedi ajtót kell csináltatnunk, ugyanis elég magas ott az ajtó helye, hogy úgy mondjam, mert felül vannak ilyen egyedi ablakok, amik szintén az ajtóhoz tartoznak, szóval azt is újra kell csináltatni. Szóval nem mindegy, hogy milyen ajtó lesz ott, vagyis egyedileg kell valószínűleg készítetnünk, ami nyilván így hát felújítási költség szempontjából nem annyira baráti, viszont van egy pozitív oldala, méghozzá az, hogy remélhetőleg akkor egy egyedi szint is tudunk hozzá választani, és akkor ez a bugyilila lesz, vagy hát hívjuk bugyililának, de nekünk nagyon tetszik ez a szín, és akkor a falakon el kell gondolkodnunk, hogy mi más legyen. Hogyha viszont az ajtónál nem tudunk valami nagyon extra színt kiválasztani, akkor természetesen maradunk a mesevirágnál, és akkor a falakon köszön vissza ez az élénk lila. Amiről most nem tudok részletesen beszélni nektek, az a gyerekszoba, illetve az iroda. Az irodánál őszintén szóval meg vagyok lőve egyelőre, hogy egyáltalán milyen bútorokra lesz szükségünk. Valószínűleg szeretnénk oda is betenni egy nagy szekrényt, hogy minél több tárolási lehetőségünk legyen, illetve nyilvánvalóan kelleni fog majd nekünk két íróasztal és két szék, legalább, mert hogy mind a ketten sokat dolgozunk Somával otthonról, és erre mindenképpen szükségünk lesz, és ezeket már úgy szeretnénk kinézni, hogy állítható magasságúak legyenek, akár állni is lehessen az asztal mellett, vagy térdeplőszékkel használni, szóval olyanokat szeretnénk kinézni, amik nem teszik annyira tönkre a gerincünket, mint a jelenlegi állapot. Úgyhogy az a helyzet, hogy ott még a színekkel kapcsolatban sem vagyok egészen biztos, mert valahogy így nincsen kép a fejemben. Úgyhogy a következő projektem az lesz, hogy Pinteresten leülök, és hát ilyen otthoni home office-okat, irodákat nézegetek, és megnézem, hogy mi lenne praktikus, meg hogyan. Illetve
Nyilván ez egy elég specifikus helyzet, és ezért nem feltétlenül vártuk el a belső építésztől, hogy ő találjon ezekre megoldást, de ugye a podcastet is valahol majd fel kell vennünk, úgyhogy gondolkozunk azon, hogy tudnánk megoldani, hogy az irodába be tudjunk rendezni, az irodában be tudjunk rendezni egy ilyen stúdió jellegű, legalább a podcastek felvételére alkalmas helyet. A gyerekszoba pedig az még a jövő zenéje, ahhoz egyelőre nem nagyon szeretnénk hozzányúlni, szeretnénk azt is nyilván új padlóval felszerelni, sima fehér falakat fogunk valószínűleg odarakni, és hát valószínűleg tárolásra fogjuk most még egy darabig használni. A következő helyiség, hogyha tovább haladunk az előszobában, akkor az a kis WC-nk, ami WC marad, és szintén rájátszunk arra, hogy ha már ilyen nyomasztóan pici tér, akkor legyen nagyon-nagyon busy, hogy mondják ezt magyarul, legyen sok, legyen túl sok, úgyhogy ott tapétát képzeltünk el, illetve nyilván csempét, fekete, elég nagy mennyiségben lesz benne, talán kék, valami plusz élénk színnel, ezen a vonalon mozgunk jelenleg, meglátjuk, hogy ez hogy fog kinézni. A következő a fürdőszoba, ahol szintén folytatódni fog ugye, ahogy mondtam, az előszobából a padlóburkolat, és szintén ugye csempe lesz a fürdőszobában, ez annyira nem meglepő, szintén élénk színű csempe, úgyhogy itt a festéssel annyira nem szeretnénk variálni, viszont, amit gyakorlatilag egy picit leszpoilereztem, a legizgalmasabb a lakásban szerintem az a nappali lesz, festés és szín szempontjából, mert hogy én évek óta azt képzeltem el, hogy egy sötét zöld nappalit szeretnék. És hát ugye, mint mondtam, Somának is tetszett az ötlet, szerencsére el tudott rugaszkodni attól, hogy az élete minden területét egy foci csapathoz igazítsa, és hát nem beleegyezett igazából a zöld színbe, hanem konkrétan neki is nagyon tetszik az ötlet. Úgyhogy két színt néztünk ide a Polyfarbe Decor kollekciójából. Az egyik a bazsalikom, ami az eredeti elképzelésem volt, amilyen szín tényleg felkentük a falra, és amilyen a fejemben élt, olyan. A másik viszont, amit tulajdonképpen a biztonság kedvéért szerettem volna kipróbálni, de most talán még jobban hajlok rá, az az oliva. Igazából abban reménykedem, hogy az oliva egy picit időtállóbb lesz azzal a piszkos zöld színével, mert hogy a bazsalikom az lehet, hogy attól félek, hogy túl élénk lenne nagy falfelületen. Én meg azt szeretném, hogy inkább olyan szomorkás, sötét, olyan, de nem a rossz értelemben szomorkás, hanem olyan megfoghatatlan ez az érzés, ami bennem van ezzel a nappalival kapcsolatban. Szóval azt szeretném, hogyha egy ilyen sötét, valamilyen szinten klasszikus hangulata lenne, és a dekorelemek, a képek, a szőnyeg, meg ilyenek dobnák fel. És hát az oliva nekem pont ilyennek tűnik. Nagyon-nagyon tetszett, amikor felkentük Somával, úgyhogy még azt hiszem, hogy meglátjuk. Egyébként a dekor festék kollekció az ilyen 2-3 rétegben fed teljesen, viszont a Polyfarbe többi árnyalata, amit például az előszobában is próbáltunk, illetve amit mögöttem láttok, az már 1-2 rétegben nagyon-nagyon szép. A mögöttem látható falat 2 vagy 3 hete festettem le egy hirtelen ötlet alapján, mert nagyobb térre volt szükségem itt fent a videózáshoz, és hát itt az összes falat zsírkréta borítja, mert ez, azt szerintem már meséltem nektek, de Somáig gyerekkorában a dühöngő volt, ahol az ilyen gyerekzsúrokat tartották meg ilyesmit, és szabadon csináltak gyakorlatilag bármit, úgyhogy tényleg az összes falat zsírkréta borítja, és hát igazából ilyen teljes nyugalommal álltam neki lefesteni, mert mondom, rosszabb ennél nem lehet, de egészen konkrétan ezt a mögöttem látható falfelületet egy rétegben festettem le az árvalányhaj árnyalattal, és ilyen lett. Gyakorlatilag tökéletes. Úgyhogy a világos színek is ennyire jól lefették a zsírkrétát, amit tényleg soha nem gondoltam volna, mert aki járt általános iskolába, az tudja, hogy zsírkrétára festeni nem annyira kifizetődő, nem egy hálás feladat, úgyhogy nagyon boldog voltam. Szóval a dekor kollekciót ezt viszont 2-3 rétegben érdemes felvinni, de már egy réteg után láttuk, hogy mind a két szín olyan, amit nagyon könnyedén el tudnánk képzelni a nappaliba. Most az oliva felé hajlok, de nem vagyok benne biztos, hogy az a tökéletes. A bazsalikom is nagyon tetszik. Szóval, hogyha esetleg van erről véleményetek, vagy van tapasztalatotok sötétebb és élénkebb színekkel a lakásban, főleg zölddel kapcsolatban, akkor kérlek írjátok meg, mert hát a nappali az egy olyan helyiség lesz, amit nem szívesen festenék át újra,
1-2-5 éven belül, mert hogy a nappaliban úgy tervezzük, hogy egy tetemes része zöld lesz, mint mondtam, a 4 falból 3. Azért 3, mert azt szeretném, hogy amikor beérkezünk a nappaliba, és szembeállunk az ablakos fallal, akkor ott egy fehér kandalló lenne, egy fehér falon. Szerintem ezt már mondtam nektek, illetve még ilyen bontott, fehérre festett bontott téglán gondolkodom arra részre, hogy legyen valami textúra is a nappaliban, bár a falra egyébként fogunk rakni 10 léceket is, úgyhogy nem teljesen egy síkú falak lesznek, ami szerintem iszonyatosan fel fogja dobni az egész helyiséget. Soma itt végiglapozgatta az Eldekor újságot, és mondta, hogy ez egy nagyon-nagyon jó ötlet, és ezt mindenképpen csináljuk, mert tényleg látja így különböző enteriőrökben ő is, hogy ez nagyon-nagyon feldobja a lakást. De még ugye a bontott téglán is gondolkozom, és azt szeretném, hogyha nem lenne azért nyomasztó a nappali, szóval nagyon nagy a belmagasság, de nem annyira nagyon tágas, főleg, hogy a konyha rész az sokat le fog venni, nyilván szükségünk lesz étkezőasztalra, kényelmes kanapéra, szóval lesz benne bőven cucc, lesz benne bőven bútor, úgyhogy azt hiszem, hogy az egy jó megoldás lenne a fény visszahívására, hogyha az a fal, amin az ablakok vannak, az fehér lenne, illetve a plafon is. Amit azért emelek ki külön, mert bár ez egy eléggé megszokott dolog, hogy a plafon az fehér, mi nagyon gondolkodtunk különböző festési technikákon, nagyon tetszett az is, ahol a plafon színes, és egy darabon folytatódik a falon is az a szín, nagyon tetszett olyan is, ahol különböző, hát nem is mintáknak nevezném, inkább formáknak, ahol különböző formák vannak felfestve a falra, akár boltívek, vagy négyzetes, teljesen indoklatlanul elhelyezett festések, szóval én nagyon nyitott vagyok az ilyen különlegesebb megoldásokra. Ugyanakkor szerintem, mivel tényleg egy ilyen időtálló, klasszikusabb vonalat szeretnénk a nappaliba, ezért úgy gondolom, hogy így a díszlécekkel ez a három oldalról hát eléggé meghatározó színűre festett fal, ez szerintem nagyon jól fog mutatni. És akkor az utolsó helyiség, ami igazából az elejétől fogva biztos volt a fejemben, hogy milyen legyen, az a hálószobánk. Nagyon sokan pont, hogy inkább a hálószobába szoktak ilyen sötét színeket bevinni, akár egy bordót, sötét kéket, sötét zöldet, mert hogy azt teszi meghitti az adott helyet, azt teszi talán könnyebbé az elalvást, meg nyilván sötétben vagy ott a leggyakrabban, mert hogy ott alszol, szóval ott nem olyan zavaróak az ilyen meghitt színek, sötét színek. Viszont Somával mi olyan emberek vagyunk, akik nagyon könnyen tudnak aludni, nagyon sokat tudnak aludni, viszont annál nehezebben megy nekünk a felkelés, úgyhogy mi pont a másik végéről fogtuk meg ezt a dolgot, mi azt szeretnénk, hogyha a hálóban olyan színek dominálnának, amik reggelente rögtön energiával töltenek fel, úgyhogy sok fehérben gondolkodunk, mert egyébként ugye, mint mondtam, a lakásban azért eléggé kevés lesz tulajdonképpen a fehéren hagyott falfelület. És hát azt szeretnénk, hogyha sárga lenne még a hálószobában, és ezt azért mondom ennyire furcsán, mert én szerintem 2-3 évvel ezelőttig a sárga színt egyáltalán nem is szerettem, nem is értettem, hogy lehet egy házat vagy egy szobát teljes egészében sárgára festeni, és pontosan ezért tartózkodom attól, hogy teljesen sárga legyen. Megpróbálom, vagy hát nem én személy szerint, de megpróbáljuk így kollektíven mindannyian nagyon óvatosan és ízlésesen belevinni a sárga színt. Viszont én a sárgába falon, akkor is igazán, viszont én a sárga árnyalatba falra festve újra beleszerettem, vagy hát viszont én a sárga színbe, sárga fal színbe akkor beleszerettem, amikor a legutóbbi polifárbés videómban az albérletben festettem ki a falat. Tökéletesen pontosan olyan volt a narcisz árnyalat, mint ahogy elképzeltem. Gyönyörű, energizál, mint a felkelő nap vibrálása olyan. Szóval a lényeg, hogy tudtam, hogy szeretném ezt visszahozni majd a lakásban is. Úgyhogy a hálószobában nagy mennyiségű fehéret szeretnénk, szintén díszlécekkel, egy kis sárgával feldobva. Itt szintén még egy kicsit kérdéses, hogy a sárga az hogy jelenjen meg, de szerintem múltkor megegyeztünk abban, hogy az ablak vonalában egy ilyen lambéria jellegű részt szeretnénk kialakítani, és akkor az lenne sárga, illetve a sárgát szeretném majd visszahozni természetesen a dekorációs elemekben is. Például itt mögöttem van ez a párna, amit nagyon-nagyon szeretek, ez egy ilyen bársony borítású, vagy bársony húzat. Úgyhogy ilyenekkel szeretném majd még visszahozni a színt, illetve egy nagyméretű tapétát szeretnénk majd még a hálószobába az ágy mögé.
ami igazából pont, találtunk pontosan olyat, mint amilyen az inspirációs képeken van, ami egy ilyen poszter gyakorlatilag, tehát egy nagy minta van rajta, és nem sok kis ismétlődő, viszont pontosan azért, mert attól tartok, hogy ez a trópusi jellegű minta, ez nem lesz annyira időtálló, ez egy nagyon visszatérő szó ebben a videóban, ezért lehet, hogy itt még egy kicsit ezen gondolkodunk, és valami más visszafogott mintájú tapéta lesz, de ugyanúgy ilyen fekete-fehér-szürke vonalban gondolkodunk, ami szerintem nagyon jól fog passzolni a sárgához és a fehérhez, illetve a bútorainkhoz, mert a hálószobába valószínűleg megtartjuk az ágyunkat, mert ha nem muszáj, akkor nem veszünk újat, max új matracokat, illetve van egy szekrényünk, amihez nagyon szépen fog színben szerintem passzolni ez az elképzelés. Úgyhogy nagyjából itt tartunk most. Természetesen egyébként annál, amit elmondtam, és a moodboardoknál sokkal több és részletesebb tervet kaptunk mi már készhez, viszont ezeket nem akarom egyelőre megmutatni, mert még sok mindent fogunk rajta változtatni a berendezéssel kapcsolatban. Itt-ott még egyébként a burkolatok, meg a színek is fognak változni, mert bár szóban már átbeszéltük, még nincsenek a gyakorlatban készen a terveken, de mindenképpen meg fogom nektek mutatni azt is, illetve fog érkezni a megígért belső építészettel kapcsolatos videó, úgyhogy ha van kérdésetek, és lemaradtatok volna Instán arról a sztoriról, amikor feltettem azt a lehetőséget, hogy kérdezzetek nyugodtan bármit belső építészettel kapcsolatban, vagy belső építész megbízásával kapcsolatban, akkor akár most is fel tudjátok tenni még a kommentekben, mert szerintem az nagyon-nagyon hasznos lesz. Én nem tudtam, hogy mikor, kinek, hogyan érdemes belső építészt fogadnia, nem tudtam, hogy ez mennyibe kerül, hogy működik. Úgyhogy ha ti is vakvágányon vagytok ezzel kapcsolatban, viszont hasznos lehet számotokra is, mert mondjuk ti is egy hosszú távra tervezett otthonon dolgoztok, vagy fogtok majd dolgozni, akkor nyugodtan kérdezzetek. Köszönöm szépen a Polifarbinak a támogatást, a tökéletes hátteremet is köszönöm, meg a tökéletes színeket majd a lakásunkba. Még vissza fogunk természetesen menni megnézegetni különböző fényekben a színeket, és a belső építésznek is megmutatjuk, és akkor együtt fogunk dönteni, és nagyon izgi lesz. Szóval köszönöm, hogy itt voltatok, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!